Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a VNTV, Viva Natura Televízió kedves nézőit, dr. Egeri György, drága barátom, a beszélgető társam ma is. A pufók, ufókról fogunk beszélgetni, de kicsit komolyabbra véve a témát. Gondolkoztatok-e már azon, hogy mielőtt megjelentek a ledégők, volt-e valamilyen kutatás ebben a tekintetben? Ugye a fényforrások evolúciójáról nagyon jól tudjuk, az Edison-féle lámpáról, hogy milyen módon szénszálat feszültség alá tettek, kiszívták a vákumot, nem égett el hamar, aztán halogént tettek bele. Tehát látjuk az evolúciót, hogy milyen módon fejlődtek a fényforrások. Gázkísérő csövek után egyszer csak megjelentek a leddégők. Honnan a fenéből? Ugye erre olyan sok magyarázatot nem kaptunk még, volt rá szabadalom, de itt és most arról lesz a mai beszélgetés, hogy ma már annyira nagy szükség van azokra a technológiákra, amit az ideérkező UFO-k, illetve az itt maradt űrhajóikból letudott információként szedni az ember, mert nem lehet tagadni, mert ezeknek a használatára óriási nagy szüksége lett az emberiségnek. Miért is? Az egész UFO dolgot két dolog dobta föl most. Az egyik az, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy a távoli civilizációk lakói csak most szaladgálnak itt. Ha nem lenne ilyen gyalázatosan alacsony az oktatás színvonala, akkor a tanárnő megjegyezné történelem órán, gyerekek, ezeket a piramisokat nem az egyiptomiak építették klodgatyába és részszerszámokba, hanem ezt egy nagyon fejlett civilizáció építette. Ma se tudunk hasonló építményeket készíteni, már a piramisokra gondolok. Ma se tudunk olyan masszív gránitból készült falakat építeni, amivel az egész föld tele van szórva, tehát a Peru, Bolívia, Mexikó, vagy Japán, vagy India, Kambodzsa. Amikor én, mint fiatal mérnök hallgató először voltam Libanonba, Baalbekbe, és láttam az ottani Jupiter templomnak az alapzatát 1100 tonnás kövekkel, és én már akkor tanultam a Gresiknél szállító és emelő gépekről, utáltuk, mint a szart azt a tantárgyat, de arra jó volt, hogy tudtam, mint gépészmérnök, hogy mi az, amit mi megbírunk emelni. És amikor láttam, hogy 1100 tonnás egy darab tömb ott van, és abból építeni föl, ugye, hatalmas templomokat, ez az, amit Csontváry is megfestett, és mint fiatal gépész hallgató, akkor voltam, akkor fejeztem be a negyedévet, és láttam, de ez olyan volt, hogy mint a hideg zuhany, hogy ki csinálta ezt, és hogy, és ki vágta ki, és mivel vágták ki, és hogy emelték ide, teljes az egy akkora hideg zuhany, akkora hasbarúgás és pofon volt számomra, és hát persze, amikor kérdezgettem tanáraimat, hát mindenki a vállát vonogatta, hogy fogalmunk sincs. Hihetetlen alacsony az oktatás színvonala, hogy ezeket a nyilvánvaló tényeket nem említik, ami teljesen egyértelműen azt mutatja, hogy igenis elődeink messze a mi civilizációnk előtt jártak itt valakik, fölépítették ezeket a dolgokat. Ami most kiverte a biztosítékot, az azt hiszem 2014-es a Nimitz repülőgép hordozó anyahajóval történt incidens. A Nimitz az Egyesült Államok flottájának büszkesége, a legmodernebb zászlóshajó, a legmodernebb repülőgép anyahajó. Mindaz, amit földi technika, nem a mi tankönyvtudományunk, de amit a földi technika, a haditechnika meg tud valósítani, az ott van. És az ott felszálló repülőgépeket és az ott köröző tengeralattjárókat szégyenítette meg egy sereg
Unidentified Flying Object, tehát UFO. Ezeknek két formáját filmezték le a felszálló F-16-os gépek, amit be is tudunk mutatni, mert ezek nyilvánosságra kerültek. Tehát ezek az objektumok, az egyikbe valószínűleg ültek lények, ezek a csészealjak, de ezeknek is a sebessége és a gyorsulása, meg egyáltalán az üzemanyag forrása az totál kérdőjel. Ezek össze-vissza cikkáztak a repülőgépek között, és tehát úgy, mint amikor én biciklizek az erdőbe, és vannak ezek a fürkész darazsak, és ők hátrafelé repülnek, és néznek engem, ahogy én tekerek, és össze-vissza cikkáznak körülöttem. Ugyanúgy nem értjük, hogy ezek hogy repülnek, persze, de ezek a tiktaknak nevezett, mert ez egy ilyen kis ovális kapszula, amelyik repked az F-16-os gépek között, és olyan brutális gyorsulással, és mindezt hangtalanul teszik, ami a mai tanított fizika szerint teljesen és egyértelműen kizárt. Egy hőkibocsátáshoz van, emlékszem, voltak ilyen. Egy icipici talán van, mert hőkamerával láthatók, de vizuálisan nem. Viszont Olaszországban, ahol engedélyezett államilag az UFO megfigyelések gyűjtése, és körülbelül 12 ezer megfigyelést gyűjtöttek össze 1900-tól kezdve, ott például dokumentáltak egy olyan esetet, hogy egy ilyen jármű rálőtt az olasz légierő helikopterére, miközben az repült, és jól kiégette az egyik forgó csavart. Tehát ők így forgás közben csak úgy jelzésszerűen oda lőttek, hogy na, mi ezt is tudjuk, és abban a pillanatban vált láthatóvá ez a jármű, amikor éppen lőtt. Lövés után azonnal újra láthatatlan lett, tehát nekik létezik egy ilyen stealth, tehát rejtőző technológiájuk. Ők ugye a mostani... Hát csak akkor látjuk őket, ha ők akarják. Ha, így van, vagy pedig lövés közben. Tehát magyarán a mi technikánk a radarhullámok frekvencia sávjában történik, a mi repülőgépeink a radarok számára láthatatlanok. De itt abban nagyon szűk láthatósági tartományban, ahol az emberi szem működik, ott is láthatatlanak ezek a járművek, viszont egy kis infravörös sugárzást kibocsátanak valószínűleg a súrlódás miatt. Na most, három nagyon komoly technikai kérdés merül föl. Honnan van az energiájuk? Ez az egyik. Hogyan tudnak ilyen cikcakos, iszonyatos gyorsulással mozogni? Nyilvánvalóan csak úgy, hogy a tömege annak a repülő testnek megváltozik. Ugye mi azt tanultuk az iskolába, hogy ennek a bögrének van egy tömege, a súlyát le tudjuk mérni. De valójában, ahogy egy kondenzátornak, vagy egy induktivitásnak is, ugye komplex az ellenállás, a frekvencia függő. Itt is a testnek is komplex a tömege, meg lehet szüntetni az inerciáját, a tehetetlenségét, hogyha megfelelő módon gerjesztik, akkor elveszti egy test a tehetetlenségét. Tehát ez a következő rész, és a harmadik, még ugyanilyen fontos kérdés, hogyan csinálunk tolóerőt, hogyan mozgatjuk ezeket a tárgyakat. Na, az Egyesült Államok, a US Navy erre az utóbbi két kérdésre adott választ egy szabadalomban, meg is mutatom itt ezeket a szabadalmakat. Bemutatjuk majd itt. Bemutatjuk. Az mind a kettőnek ugyanaz a feltalálója, de a tulajdonos a US Navy, és nagybetűkkel le van írva, hogy ezek alapján az Egyesült Államok nem fizet senkinek, tehát a feltalálónak se, állami tulajdonban van véve. Az egyik
mutatom. Majd itt lesz hátunk mögött, most órási lehetőségünk van, hogy kivetítsük. Igen. Ez a High Frequency Gravitational Wave Generator, tehát nagy frekvenciás gravitációs hullámgenerátor, és ez a szabadalom magyarázza el, hogy hogyan lehet gravitációs tolóerőt csinálni. Na most az az érdekesség történt, hogy erre az effektusra én is rábukkantam, amikor a porfúziós masinát fejlesztettük, észrevettük azt, hogy abból a jetből, amit kiköp a szerkezet, nagy tolóerő lép ki. És marhára nem értettük, hogy hát ahhoz, hogy ez a tolóerő, ez a sugár kijöjjön, be is kell valahol szívni, de beszívást nem találtunk. És itt én nagyon mellé nyúltam, tehát végig azt gondoltam, hogy ez csak egy egyszerű fúziós hajtású rakéta, de nem, gravitációs hullámok keletkeztek a porfúziós reaktorba, de a dolog azért izgatott engem, és megépítettünk Roskó Farkas barátommal egy olyan porfúziós reaktort, ahol a fémből készült üregrezonátor, azt nem hoztam el, mert nagyon hosszú és nagyon nehéz, és a buszon utálok ilyen nehéz cuccokkal járni, de a benne levő akusztikus üregrezonátort azt megmutatom. Ebbe szénpor van, mikrohullámmal gerjesztjük, kilő egy lángot, és nagyon erős tolóerőt detektáltunk. Az egész hóbelebancot föllógattuk egy ingára 4 madzaggal, és lehetett látni a tolóerőt. Tehát, de nem a kifújó lángtól jött nem, ez a tolóerő? Nem. Én is ezt gondoltam, itt nyúltam mellé, mert itt van a szabadalomba, erre én nem gondoltam, de nekik ott volt a lepottyant UFO, és akkor ők ebből visszafejtették. Itt van azért egy kicsit, ezt álljunk meg egy kicsit, tehát hogyha az amerikai kormány nem fizet semmit a szabadalom díjért, azért mert maga az, amiből ezt ki lehetett fejteni, az ott nála lévő UFO űrhajóknak a tanulmányozásából. Hát úgy is, hogy ő komoly éveken keresztül béreket fizet, viszont onnantól, hogy a Nimitzet megtarifálta ez a... Egyébként lehet látni, pont a National Geographicon is láttam napokban ezt a filmet, hogy a víz fölött lebeg ez a... Hogy is mondta, rágógumi, de... Tiktak. Tiktaknak hívják, igen. Hogy nekem az volt az első, hogy szerintem lehet, hogy a víz alól jönnek föl, de ez ott nem volt kitárgyalva, de is most indiferens. Ugyanakkor viszont ezek a technikák, tehát hogy el kell veszíteni a saját súlyát ahhoz, a tömegét, hogy ilyen gyorsan tudjon változni, ez a mi gondolkodásmódunkban ez még nincs benne, viszont a felvezető leddes kis magyarázatom is arra próbált utalni, hogy az itt lévő technológiákat azért 51 óta most már ugye vizsgálgatjuk, és ezeknek a megfejtéseiből az emberiség elég sok mindent profitál. Nagyon nagy baj, hogy ez pontosan a háborúra és az emberek egymás elleni harcára fordítják, de egy hasonló szituáció volt a Krím-félsziget kapcsán, ott viszont álltok egy orosz repülőgép tudta ugyanezt megcsinálni, hogy hülyére tette a teljes elektronikáját és fegyverzetét egy ilyen anyahajónak, ami ott úszkált, és úgy kellett bevontatni egy kikötőből a teljes használat. Amerikai Így van, tehát ezek a technológiák megvannak Amerikában, Oroszországban, Kínában is, majd még sorolod, hogy hol és mint. Tehát akkor ahhoz, hogy ők tovább tudjanak lépni, hogy ezt hogy értsük meg, kénytelenek voltak kitenni a csizmát az asztalra, hogyha jól fogalmazhatok, mert hogyha ezt a technológiát nem alkalmazhatják, nem mondhatják el, hogy honnan van, akkor maga a Nimitz ugyanolyan olyan tehetetlen és kitett állapotban fog maradni egy következő találkozáskor. Erre majd visszatérünk, hogy mi az, ami kikényszerítette ezeket a szabadalmakat. Hogy de mutatnám a másikat, azt mondja, Craft Using Inertial Mass Reduction Device, tehát a tömegcsökkentő eljárás, amikor egy ilyen jármű tömegét le lehet csökkenteni. Ez 2018-as szabadalom, az előző az 2019-es. Uh-huh. Tehát ezek friss szabadalmak, új dolgok. Na most
Ehhez is volt szerencsénk. Ezek elfogadott szabadalmak? Igen, ezek megadott szabadalmak az Egyesült Államokba. Nyilvánvalóan, hogyha én adtam be volna itt Magyarországon ugyanezeket a dolgokat, akkor a Pálinkás József-féle szabadalmi hivatal párosába rúg ki. De úgy, hogy előtte elküldik bizonyos helyekre, hogy azért más tudja használni a tudásodat, már bocsánat, hogy... Ilyet meg jelenteni. Na most ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogyan lehet a tömeget lecsökkenteni. De nehogy azt gondoljuk, hogy ez nagy újdonság, ezt évszázadok óta ismerjük. Én összeszedtem a Titokzatos Erők című könyvben azokat az eseteket, amikor meditáció közben valaki lebegett. Tehát a Kopertinói Szent József, a Szijénai Szent Katalin, és így tovább, meditáció közben, amikor különleges, magas frekvenciás rezgéssel működött az egész teste lelke, fölemelkedtek, és egyik helyről repkedtek a másikra. Aztán... Csoda, hogy nem égették meg őket, kis intermezzo. De a Kupertinói Szent Józsefet négyszer fogta perbe a... De utána szenté avatták. Utána, a halála után szenté avatták. Az élete nagy részét lebegésbe töltötte egyébként. És a Vízautók antigravitáció című könyvemben meg említettem azokat az eszközöket, amiket antigravitációs eszközöket, amit oroszok publikáltak. Tehát, hogy az a lényeg, hogy itt kell egy olyan magas frekvenciás effektusnak, magas frekvenciás ami ellene dolgozik a gravitációnak, illetve az anyagot igen. bontja le olyan szinten, hogy energia aspektusa az erősebb legyen a rendszerben, és annak meg nincsen gravitációs nyomatékja. Tehát, hogy lehet azt elérni, egyrészt mi az energiaforrás, és hogy lehet ezt a tömegcsökkentést elérni. Az összes lepottyant UFO, de egyszerűen egy bogár boncolása is ehhez az eredményhez vezet. Az a nagyon érdekes dolog, hogy energiát lehet nyerni energiabefektetés nélkül egy olyan kis szendvics szerkezetbe, lemez szerkezetbe, ezt Szamosközi János barátom építette, 20 évig dolgozott egyre jobb eredményekkel. Ez a kis szerkezet a vákum energiájának megcsapolásával villamos energiát termel, réz és alumínium lemezek között van félvezető. Ez publikált a dolog. Akit érdekel a bevezetés a tértechnológiába, hármas kötetbe, részletesen le van írva, hogy a vákum energiájának megcsapolásával elektromos energiához lehet jutni. De most bekapcsolod és fog világítani, vagy valamit? Igen, ezt most teljesen, itt van ez a kapcsoló, és akkor fölvillan a LED, akkor 8 másodperc múlva ez újra felvillan, és újra. Tehát ott van az a kis kapcsoló. És a 8 másodperc egy kondit költít, úgy látom. 8 másodperc alatt föltölti azt a kis kondit, és aztán újra jön belőle a villamos energia. Na most a lepottyant UFO-kból a Roswell mellett is lepottyant még egy UFO, és onnan KO-val kell otthon, valaki hazavitt egy darabot. Ugye én most az akadémikusok kötözködésével, hogy az itt a levegőben lévő, ugye ionos töltés van minden szinten, egy kapacitív úton nem lehet ezt összegyűjteni, és abból tölteni a kondit. Nem, tehát, ha Faraday kalitkába beburkolod, tehát abban az esetben is ugyanígy működik. Ha leviszed a metróba, a föld mélyébe, akkor is működik, tök mindegy neki. Egyébként nagyon egyszerű, ha az ember tudja, hogy létezik vákumenergia, létezik éter, onnantól kezdve egyszerű a dolognak a megértése. A dolognak van egy kis pikantériája egyébként. Ugye a Magyar Hang nevű heti lap sose közöl természettudományi témákat, csak
egyetlen riportot közölt egy Orosz László nevű műegyetemi tanerővel, aki mereven tagadja, hogy létezik éter, és abból energiát lehet kivonni. Ez a kis készülék azt cáfolja, és az Orosz László ott próbálja ezt a témát áztatni, ahogy csak lehet. Hát ez őt is, meg a műegyetemi fizika oktatást is minősíti. Hát nem, én mindig Széchenyi István nagy magyarunkra gondolok, aki létrehozott a Magyar Tudományos Akadémiát azért, hogy a tudomány fejlődjön, és folyamatosan azt veszük észre, hogy nem hogy a fejlődés, hanem ők a folyamatos akadálya annak, hogy itt bármiféle szellemi tudás exponálódjon, és kialakuljon. Tehát a magyar nemzeti függetlenségnek az akadályai. Abszolút, teljes mértékben. Hány zseni kellett innen elmennie, hogy a világba annak az országnak a hasznára megcsinálja bármit, most nem az atombombára gondoltam elsőlegesen, de hát ez egy borzalom, nem? Tehát, hogy Széchenyi, ha idejön, durná szét abban a pillanatban azt az egész torszülöttet, és olyan zseniális, szofisztikált megnyilvánulási formáik vannak egyébként, tehát, hogy az ember első hallottra, úristen, szegényeket, tényleg milyen igazuk van, közben ők a gátak, tehát ők az igazi gátak. De ha cserébe viszont ők olyan dolgokat tennének le, amiből az ország tovább tudna fejlődni, akkor meghajtom a kalapomat, de gyakorlatilag csak ülnek valamin. A holokausznak ők is részesei. Ők is részesei. Ez a holokauszt egy előző műsorunkban hangzott el, ott fejtettük ki, de többféle holokauszt van. Itt van tudományos holokauszt is, ugye, mert a magyar elme minden pillanatban zseniális dolgokat hoz létre, és ezt támogatni és nem megölni kéne, és folyamatosan azt látjuk csak, hogy bármi új dolog elhangzik, akkor abban a pillanatban negligálva van, elnyomva, eltaposva. És amíg tűrjük, ez így is lesz, de már nincs hova hátrálni, ezt csak úgy közölném mindenkivel. Ezt visszaadom, nekem ez hol villan, hol nem, de az elővillogott nekem. Majd... Türelmesnek kell lenni, 8 másodpercet ki kell várni. Na most. Most jön a poén. Ugye az egész dolog, ez az egész technológia azon alapul, hogy van éter. Ez az, amit Albert Einstein óta a fizikusok kiirtottak magukból, és ezért nem lehet az UFO-k technikáját megérteni. Volt egy Szász Gyula nevű Németországban élő professzor, aki a legelemibb, legfontosabb kísérletet végezte el. Itt, ha jól emlékszem, a Brémai Egyetemnek van ez a ejtőtornya. Itt vákumban lehet lepottyantani, azt hiszem 150 méter magasságból mindenféle tárgyakat. És ugye Einsteinnek az a kiinduló posztulátum, a feltétele, hogy a tér azért görbül és görbíthető, mert minden testre a gravitáció azonos mértékben hat. Tehát magyarán egy tolpiha meg egy vasgolyó azonos sebességgel esik. Na most ez nem igaz. Egyáltalán nem igaz. És a Szász Gyula ezt bizonyította kísérletileg, és ő megcsinálta ezt a kísérletet a többi pofázóssal ellentétben, és azt találta, hogy attól függően, hogy milyen egy adott anyag, más-más sebességgel esnek le. Most ez mutatja, hogy a fizika elvileg kísérleti alapokon, a természet megfigyelésén kéne nyugodnia, de nem ez történik. Itt van például egy ilyen kísérlet, hogy más-más anyagok, zuhanás közben videókamerával vette le, más-más anyagok más sebességgel érkeznek le. Nincs nagy különbség, de van különbség. Uh-huh. És ennek elvi jelentősége van. Uh-huh. A Szász Gyulának az összes munkáját azonnal betiltották, amint rámutatott arra, hogy létezik ez a éter vagy vákum, és ebben más-más sebességgel esnek le a tárgyak. Ez magyarul vagy németül van? Ez angolul van, uh-huh. ez a könyv. De itt is kapható volt egy darab. Látom, Budapesten adták ki. Így van, itthon adta ki.
Ennek az étertestnek alapfogalma van a természetgyógyászatban, mint az ember körülvevő energiamező, ami a halála után is bizonyos ideig fennmarad. Igen. Ennek az éterkérdésnek itt is, de a technikában is nagyon fontos jelentősége van. Ha hülyék vagyunk, és így lerázzuk magunkról az éter kérdését, akkor nagyon fontos technikai lehetőségektől fosztjuk meg magunkat. Azt tudni kell, hogy a mi kis kormos, koszos rakétáinkkal soha nem fogunk tudni kiszabadulni a naprendszeren kívülre. Lehet, hogy ez is a cél, hogy ezt a kőbaltást ne engedjük tovább, de az éter elismerésével, kutatásával és megismerésével tudunk száguldani, és ingyen tudunk energiához jutni. Ez is egy lehetőség. Ugyan. Tehát tulajdonképpen megint arról van szó, hogy szabad-e a természetre odafigyelni. A Kazimir effektus, mint az éter egyik effektusa, nagy fogcsikorgatás után, de elismerték a fizikusok, de ezzel a Szamosközi János által megtalált eljárással nagyon nagy mennyiségű villamos energiát lehetne előállítani télen-nyáron otthon. Például lehetne olyan tapétákat készíteni, hogy azt felrakjuk a falra, és akkor a tapéta áramot termel. Ez is egy elektrostatikus effektus mellette? Nem, sincs. Mert tudod, az nagyon érzékeny. 1-2 voltos, icipici ez a feszültség egyébként. De ezekben az UFO-kban a fal nagyon érdekes, tehát az UFO-k fala, mert mindig egy bizmut közte félvezető magnézium, bizmut félvezető magnézium elképesztően vékony rétegekben sorakozik. Honnan van ez az információ? Ez, hát egyrészt a KO-val kell otthon, hazavitt UFO-roncsnak a elemzése, de ezt én is megcsináltattam. Debrecen mellett egy tanyán lakott egy srác, és ő kapott egy ilyen furúja alakú tárgyat. Azóta már szétfűrészelték, ez vagy 20 éve volt, és én is kaptam ebből egy darabot. Ez egy UFO-nak egy darabja volt? Igen. És kaptam egy darabot, és annak idején a KFK-i Szilárdtest Fizikai Kutatóintézetébe dolgozott egy kollégám, Pádár József, ő ezt megnézte elektronmikroszkóppal, és ott különböző rétegvastagságokat lehetett megnézni, és ő hát észrevette, hogy ez egy ilyen réteges dolog, de nem merte, tehát kértem, de nem merte a nyilvánosságot vállalni, mondván, hogy akkor kirúgják, kisrúgták volna ezért, mondván, hogy... Volt benne idegen anyag, ami a Földön nem található? Nem, minden ez az. Csak a technológia, hogy egy atomi réteg a bizmut, aztán félvezető, aztán egy atomi réteg magnézium, és így tovább, és így tovább. Iszonyú a technológiai fegyelem és tudás kell ehhez, hogy ezt a szendvicset... Hogy Némo kapitány csinálta ezt a dolgot? Tudod, azért az Némo kapitány se a semmiből jött, tehát ő is azt a fajta tudást valahonnan kapta, hogy akkor tudott olyan tengeralattjárókat csinálni, olyan meghajtást, amit ma érünk el körülbelül. Amiről én beszélek, azok tény, ez vélemény. Ez vélemény? Igen, ez vélemény. De az biztos, látod, hogy ez a primitív modell működik, mutatja az elvet, hogy lehet elektromos energiát kinyerni. Legalább 20 éve házaltam mindenféle helyeken, soha senkit nem érdekelt ez, hogy környezetbarát technológiát meghonosítsunk, elterjesszünk. A félvezető gyártás technológiája már alkalmas arra, hogy ilyet tömeggyártásba vigyünk. Más példát nem mondok, amikor egy fiú randevúra megy, és visz a kislánynak egy csokor virágot, akkor a virágboltosok szoktak adni olyan csomagoló anyagot, műanyagot, hogy egyik oldala aranyszínű, másik ezüstszínű, és ez egy vékony műanyag fóliára van fölgőzölve, na az is áramot termel ugyanezen a technológián, csak ott a félvezető nincs jól megválasztva, hiszen nem az a célja a virágcsokor
csomagolójának, hogy villany termeljen, az véletlen balesetnek az eredménye. Mm. De a technológia itt van. Na most az a lényeg, hogyha a természetet hagynák, hogy figyeljünk rá, ezeket a antigravitációs dolgokat már a bogaraknál megtalálnánk. Az említett könyvben, az antigravitációs vízautós könyvben leírtam a Grebennyikov nevű orosz bogárkutatónak az esetét, aki bogárszárnyakból épített föl egy antigravitációs platformot, és annak a segítségével repkedett. Ő azt is észrevette, hogy nagyon sok bogár képes antigravitációra, mert a sejt szerkezet, ugye itt réteg szerkezet van, ott pedig sejt szerkezetek működnek, tehát a teljes élővilágban ez az antigravitációs üreg hatás, ez létezik mindenütt. Ha odafigyelnénk a természetre, hihetetlen kincses bányára bukkanhatnánk, csak annyira csapnivalóan szar az oktatás, hogy egy bogárkutató nem tanul fizikát, neki gőze nincs arról, hogy milyen felhajtó erőt kell generálni egy bogárnak ahhoz, hogy repüljön. Ugye egy mérnök számára nyilvánvaló, hogy a dongó nem repülhet, mivel icipici a szárny felülete, kicsi a frekvenciája, nagy a teste. Hát ebben a könyvben írom le, hogy a szarvasbogárnak is a nagy hím, akár régebben még voltak 10 centis szarvasbogarak. Szoktam látni az erdőbe augusztusban, hogy repülnek függőlegesen. Hát teljesen kizárt, hogy azzal a pici szárnyal ők repülni tudjanak. Meg a régi nagy példát emlékszem még a pókháló anyagára? Hát tehát az, hogy a mai napig ott is, hogy egy biológus és egy kémikus összefogna, hogy működik az a nyál, ami viszont amikor megkötődik, akkor félelmetes tulajdonságokkal rendelkezik. De az energiaháztartás, ott vannak a méhek. Egy méh család végig tud egy egész telet vészelni egy kis cukros vízzel, és lehet mérni a hőmérsékletüket, hogy mennyi energiát adnak le, megint bukik az energia megmaradás. Az a cukormennyiség, amit ők kapnak télen, nem elegendő ahhoz, hogy ezt a hőmérsékletet abba a hidegbe fönntarthassák. Tehát nyitott szemmel járva az élővilág tel is tele van megoldásokkal, a környezeti katasztrófa az kifejezetten a hivatalos tudomány tabuinak, tiltásainak a következménye, hogy nem engedik, hogy rálássunk és rácsodálkozzunk a természet megoldásaira. A tálcán kínálja a természet nekünk a megoldásokat, csak az ilyen Orosz László meg Szent Ágotai János féle emberek azok, akik az oktatásban és a kutatásban lezárnak mindenféle utat. Most ezek a oroszlárgó, meg szentágotai, ezek minden korban voltak. Minden korban, és egyre több van. Csak nem az ő nevük maradt fönt. Tehát azért egy Newton, Pascal, bármi, tök mindegy, hogy kit említek, azok még ma is itt férnek közöttünk, akik egy szentágotai, Semmelweis, egy technológiát letett, de akit elgáncsolták őt annak idején, azok az örök életre, a homályba merülnek. A nevük igen. De az emberiséget hány száz évet tudják. De az is, hogy Semmelweist agyon verették ezek az emberek. Saját kollégái verették agyon, és bizony az embereknek, az adófizetőknek, akiknek a pénzéből ezek a szélhámosok meg tudnak élni, oda kéne figyelni erre. Semmi beleszólásunk nincs, semmi rálátása nincs az adófizetőnek abba, arra, hogy mi is történik oktatás és kutatás címén. Most lett-e valami változás, hogy az irányítást átadták? Nem, semmi. Ezek csak csöbörből vödörbe. Ebbe nem is szabad bízni. Lenne még egy adalékom erre a témára. Ezek a fejlett idegen civilizációk persze nem csak az Egyesült Államok, Kína vagy az orosz hadseregnek a mozgását és technológiáját figyelik, hanem a hétköznapi embereket is, minket is.
ahogy mi is megjelöljük gyűrűvel, meg rádióadóval, mit tudom én, a madarakat, meg a bálnákat, ugyanúgy megjelennek, és minket is ilyen nyomkövetővel ellátnak. Általában az orrba szokták betenni, de megkérdeztem egy nagyon aranyos, helyes fogorvosnőt, a Zsuzsát Budakeszin, hogy ő mint fogorvos találta a panoráma röntgenek készítése során valami furcsát fogsorokban, és két olyan esetet is talál, meg is mutatom, amikor nem ugyanannál az embernél, két különböző embernél. Kinegyítsük ide hátul mögé. A fogak fölött itt is talált egy szondát, meg itt is, tehát két tök különböző fogsorról van szó. Tehát ez a szonda úgy jelenik meg, hogyha ráharap, nem ér. Ja, hogy benne van ez benne a... Benne van, a testünkben benne, nem veszük észre. Altatás közben beteszik, és akkor a Józsit meg a Marit követik, hogy gondolom egy automata, hogy na, mit gondolom, csinál, hova megy. Minden monitorozás megvan, és láttam YouTube-on erről felvételeket, hogy amikor orrba van, kiveszik, pár másodperc alatt a levegőn ez porrá omlik egyébként. Ez annyira fejlett technológia. De azok, akik fogtechnikusok, fogorvosok, akik készítenek ilyen panoráma röntgeneket, azok sokat kell látni. Azok időnként láthatnak ilyet, vagy orrfülgégész, aki, mit tudom én, valami miatt orrt röntgenezi, találhat ilyen tárgyakat. Nem tudom, hogy lehetne egy gyűjtést rendezni, hogy mondod, gyűjtsék hogy, össze ezeket. Hogy pár másodperc alatt elillannak ezek, mint a szublimáló jód. Aztán, tehát bent a szervezetben ott van és működik. Ez egy nagyon fejlett technológia. Hát de ha belegondolsz, akkor a testünkben lévő víz struktúrája teljesen más, mint amikor kiveszed onnan az élőből, és kívül próbálod megvizsgálni, teljesen egészében átalakulnak a tulajdonsága, és valószínűleg itt is egy ilyen rendezettségi effektusról van szó. Én azt mondom, hogy nagyon sok információt adtunk az embereknek. Én a béke híve vagyok. Én nem azt mondom, következő, nincs ahhoz elég erőnk, hogy ezeket a szabadkönyves pályaholyok által finanszírozott és pénzelt embereket itt és most elpusztítsuk, idézőjelben nem akarok én senkit elpusztítani. Valóban van tudományos holokauszt, és hogyha az emberiség ezeken túl tudna jutni, akkor megoldódnának a betegségei. Ha eljutna odáig, hogy nem egymás tapos, hanem egymás mellérendelő rendszerekbe dolgoznának, megkapnák azokat a technológiákat, amivel ki tudnánk lépni a naprendszerből, és a fantasztikus filmeinket valóra válthatnánk, mert nézzétek meg, el akarunk jutni a Marsra, hogy sokkal rosszabb életfeltételek vannak, mint a Földön valaha lesz, de már azok az erők, akik tudják, hogy tönkretették a földi létezést, ezek már inkább abba gondolkoznak, hogy majd a Marson nyitnak újabb lakótelepeket, újabb bankokat, és nem ez a megoldás, hanem itt a földanya, itt a létezésünk, itt kell tisztaságot és rendet tenni, és nem megengedni, hogy életünk vérszívó piócái. A teremtett világ kínálja a megoldásokat. Egy utolsó példát engedj még meg. Jó, nekem. Rendben. Ugye az közismert, aki látja a pisztrángokat a természetes közegükben, azok látják, hogy a vágtató hegyi patak vizébe a pisztráng nem úszik, nem csapkod a farkával, hanem ott áll, és rezzenéstelenül megmarad éjjel-nappal, heti hét napon át ebbe a vágtató vízbe, úgyhogy télen semmit nem tud enni, mert se légy, se szúnyog. Na most egy Schauberger nevű osztrák erdész nem csak nézett, hanem látott is, és ő vette észre ezt az effektust, és ilyen spirálcsatornákat kezdett építeni, és 10 évig kopácsolt, hát ő rézlemezből kopácsolta ki ezeket a spirálpályákat, és én a Csőkör Csaba kollégám segítségével, az ő háromdimenziós nyomtatós cége segítségével, meg némi szponzori támogatás segítségével végigmértünk sok ilyen csatornát, a természetnek egy ilyen... Tehát a pisztráng ezt a mozgást játssza le, ami most itt van ebbe a igen. spirálba? Tehát
A pisztráng a kopoltyújából ferdén köpi ki a vizet, és ilyen spirál alakba megy körbe az a teste körül. Ilyen, egy ilyen örvényes mozgás van a teste körül, és ez az, ami a pisztrángot tulajdonképpen előre nyomja, azaz a vízben ott tartja. De nagyon nagy a kutató munka kell ahhoz, hogy megértsük, hogy mik azok az ideális örvények, amelyek létrehozzák ezt az effektust. Mi azt találtuk, amikor egy edényből lejtettük a vizet, és kijött ezen a diffúzoron át, hogy vannak olyan üzemállapotok, olyan magasságok, amikor a kiköpött víz magasabbra jut föl, mint a beszívott víz. Aha. Magyarán ez olyan... Energianyerés. Energianyerés, így van. Ez olyan, mintha lenne egy árok, legurítasz egy golyót, és a golyó magasabbra gurul föl a másik oldalon. Na most ezt a természet a pisztrángnál így oldotta meg. Itt természetesen még nagyon messzire vagyunk a természet lehetőségeitől, mert a mostani háromdimenziós nyomtatás sajnos durva felületet ad, tehát a súrlódása még ennek a csatornának elég nehéz, úgyhogy ez az effektus csak ilyen rezgésszerűen, oszcillációszerűen jelentkezett, nem tudtuk stabilizálni. Tehát lehet, hogy 20 év múlva majd lesznek olyan 3D-s nyomtatók, esetleg fémből, amelyek sima falfelületet fognak adni, kisebb súrlódással, és akkor már pariba leszünk a természet lehetőségeivel. Zseniális tábornokaink már gondolkodnak azon, hogy milyen ügyes tengeralattjárót tudnának ezzel a technológiával csinálni. Szóval itt van, vagy repülőgépet. Vagy repülőgépet, amivel lőhetik a másik embert. Ja. Hát itt tartunk. Különben nem tudom, miért pont ide születtünk meg ebben az időben, de ekkorább nagyobb marhát, mint az ember, én még a földkerekségen, az univerzumban nem láttam, aki ezért ekkora lehetősége és tudással rendelkezik, és arra használja, hogy a másikat nyomorba tartsa. És a földet, a környezetét tegye tönkre. És már a Marsra készül, de innen nem engednek ki, amíg te itt nem csinálsz rendet, vagy együtt pusztulunk. Ugye emlékeztetni kéne a nézőket a petricsész és baktérium telepre, tehát amikor baktériumokat tesznek táptalajra a petricsészébe, ez egy lapos csésze, akkor a baktérium kultúra nem azért pusztul el, mert elfogyott alóla a kaja, még ott van a cukoroldat, hanem a baktériumok is, mint az ember is, szemetet, mérget termel, és egymást mérgezik meg a baktériumok, tehát hamarabb elpusztulnak egymás mérgezése miatt. A kaja még lenne, de a méregbe fulladnak bele. Ez a nagy probléma, és ez a emberiség alapdilemmája is, hogy egymást hamarabb megmérgezzük, mint hogy fölélnénk a Földnek a lehetőségeit. Ugye a baktériumok titkos világáról rengeteget foglalkoznak ma a mikrobiom kapcsán, hogy több tízezer féle baktérium él a testünkben, és ott is egyébként a tápláléknak a javát azok nem a szinergista, minket támogató bacik kapják meg, hanem ezek a drága akik ellenünk dolgoznak című törzsek, és amit azok meghagynak, na abból vegetál a testünket építő többi. Tehát milyen érdekes, hogy minden összefügg mindennel. Na, itt a vége Fussel-Véle. Nagyon köszönjük ezt a 40 percet, amit velünk töltöttetek. Hamarosan újabb témával jelentkezünk Egeli Gyuri barátommal. Ezen is van mit rágódni, gondolkodni. Osszátok, és ha van lehetőségetek, akkor változtassatok ezen a világon, mert ha mindenki csak egy kicsit tesz, akkor egy idő múlva már nem lehet megtenni velünk, amit megtesznek. Köszönöm, hogy itt voltál. Viszontlátásra, nem lehet egy lépés se hátrálni, ez elég ilyen ebben az évben.